Vasas Ferencváros mérkőzésen vagyunk. A 40. percig nemesebb gól, de a 41. percben csordást tör előre. Átjátsz a védőket, lő gól! január 8-án megkezdte a felkészülést a Vasas futballcsapata az új vezetőedző Szanyó Károly vezetésével. Az első héten még könnyebb napi egy edzéssel kezdik a felkészülés, de a jövő hétvégén már edzőmérkőzés is várható. A felkészülés korai szakaszában még nem szeretnek neveket említeni a szakmai stáb tagjai, de azt megtudtuk, hogy tele van írva egy notesz, amiben az eddigi jelentkezett próbajátékosok névsora áll. Először is szeretném üdvözölni a Vasas új edzőjét. Mi az, amit játékos pályafutásának tapasztalataiból szeretne átadni leendő tanítványainak? Hát mindenféleképpen a támadó futbolt. Én úgy érzem, hogy jelenleg Magyarországon, ha egy csapat fölvállalja, hogy van egy játéka, van egy játékstílusa, akkor azzal egy biztonságos védekezés mellett eredményes tud lenni. Úgy érzem, hogy az NB2-es bajnokságban mindenféleképpen. Én azt szoktam mondani, hogy rosszul lehet játszani, de szív nélkül soha. Lehet, hogy lesznek buktatók a bajnokságban, már itt vereségekre gondolok, de szeretném a vereségek után is úgy tudnánk lejönni a pályáról, hogy mondjuk a szurkolók megtapsolnak minket, és a játékosai emelt fővel tudnak lejönni. Mindenképpen egy agresszív, támadó futballt szeretnék majd itt a Fáy utcai publikumnak tálalni. Milyen elvárásai vannak magával, a Vasas edzőjével szemben? Mindenki azt mondja, hogy nehéz helyzetben vagyok, mert hogy 3 pontra vagyunk a kieséstől. Én ezt inkább egy kihívásnak mondanám, főleg annak tudatában, hogy most ugyan föl nem sorolom, de van kb. 6-7 olyan tehetséges játékosom, akik üde színfoltjai lehetnek a magyar labdarúgásnak. Ebből is 2-3 kiemelkedő képességekkel rendelkezik. Én ezeket szeretném belőlük kihozni. Szeretném, hogyha nem 100, hanem 110-120%-ot hoznának ki magukból, és azzal már biztos vagyok benne, hogy eredményesek lehetünk. Volt rálátása az elmúlt időszakra is, de szerint mi az oka annak, hogy sikertelenségek következtek sorozatosan? Ugye minősíteni nem szeretném itt az előző tímet, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy edzőnek a munkáját. Sok hiányosságot láttam, amit én szeretnék pótolni. Természetesen nekem van egy saját elképzelésem, amiben több dolog benne van, amit majd be fogunk gyakorolni edzésen, akár játékban, akár standard szituációkban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy más Vasas fog itt pályára lépni tavasszal. Van-e kilátás lehetőség edzőtáborra? Folynak az egyeztetések. Nagyon szeretném, hogyha egy pár napra el tudnánk vonulni valahova, ahol együtt vagyunk, egy 5 napot legalább. Meglátjuk, hogy ez eredményes lesz, vagy kivitelezhető lesz egyáltalán. Szeretnél üzenni valamit a szurkolóinknak? Én csak annyit, hogy bízom benne, és remélem, hogy többen fognak minket buzdítani, mint az utóbbi időben, amennyien kijártak mérkőzésre. Mi ezt megpróbáljuk egy magyar pályán esetleg ritkábban látható támadó futballal meghálalni, de hozzáteszem, biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan mérkőzések, amik nem úgy fognak sikerülni, ahogy esetleg azt egy szurkoló elvárja, de én úgy gondolom, hogy az betudható lesz annak, hogy egy kicsit rutintalanabb a csapatom. Az átlag életkor is egy picit szerintem majd csökkenni fog, tehát én nagyon támaszkodom és bízom a fiatal játékosokban, akik az akadémiáról kerültek ide.